Az olimpia évében nem volt kérdéses, hogy kikapja az év sportolójának járó díjat a riói ötkarikás játékokon 20 kilométeres gyaloglásban 28. helyen végző Helebrant Máté vehette át az elismerést a Continental Arénában. Máté edzője Pokrovecki József szintén díjazásban részesült. Eddigi pályafutásom során ez volt a legsikeresebb esztendő. Szinte minden versenyen 1-től 1-ig egyéni csúcsot, illetve még egy országos csúcsot is sikerült megdöntenem. A riói olimpián elértük azt a célt, amit kitűztünk, és még így is egy kicsit kis hiányérzet van bennünk. Viszont ez a jövőre tekintve jó, mert sokat tanultunk ebből az olimpiából, és tudjuk, hogy mi kell változtatni, és hogyha ezt az utat folytatjuk, akkor talán a jövő év még sikeresebb lehet. A legjobb parasportoló, az ötkarikás játékokon csapatban bronzérmet szerző, Európa-bajnoki második, világkupa győztes kerekesszékes vívó Veres Amarilla lett. Igazából rangsort, mint olyat, azt nem szeretnék elíteni, minden egyes ére, minden egyes eseménynek megvan a maga jelentősége. Nyilván a világkupák, meg az Európa-bajnokság, azok az epizódok voltak a főműsor az olimpia előtt, de összességében minden egyes verseny és edzés ugyanolyan fontos. Veres Amarilla trénere Pákei Béla is átvette a legjobb edzőnek járó díjat. Több mint 4 évtizedes kosárlabda edzői munkásság elismeréseként kapott díjat Sallai József. Az első helytől kezdve, úgy mondom, a 8-ig mindegyikre büszke vagyok, és talán nem csak azért vagyok büszke, hogy eredményeket értünk el, hanem vannak 50 éves tanítványaim is, akik annak idején együtt kezdtük a kosárlabdát. Nagyon sok becsületes, lelkes, jó szakembert, nem csak kosárlabdában, hanem az élet minden területén megállják a helyüket. A sportgálán díjazták még a nemzetközi, illetve hazai versenyeken, valamint a diákolimpiákon legjobban szereplő sportolókat és edzőiket.